14 évvel ezelőtt egy mára már megszűnt vállalkozás állította Pünkös tiszteletére a fogadalmi keresztet a Kistályai úton, 2007. május 25-én pedig dr. Seregély István, egykori egri érsek áldotta meg. Azóta egy környékbeli lakó gondozta, most pedig az ünnephez közeledve az Egri Fertálymesteri Testület Maklár II. És Lajosváros negyedeinek közösségei összefogtak, rendbetették a területet. Lépőkövekkel, valamint kőzúzalékkal díszítették a feszület környezetét, fákat, virágokat is ültettek. Az elmúlt pénteken a keresztnél emlékeztek meg az eddigi évekről. A közös éneklést követően Lukács Tamás fertálymester idézte fel a 14 évvel ezelőtti eseményhez fűződő személyes élményeit. Ez nekünk Jézus megváltását, hogy életét adta értünk, megváltott bűneinktől, és hát emlékeztet arra, hogy ebben a megváltásban szenvedésünkkel nekünk is részt kell venni. A visszaemlékezést követően Kós Ede lajosvárosi plébános mondott áldást, valamint rövid tanítást a Szentlélek ajándékairól. Örömömet szeretném kifejezni, és a Jóisten iránt a hálámat, hogy vannak mind a mai napig Egerben és Eger környékén olyan jó szándékú, jó indulatú emberek, akik örömüket lelik, mondjam így, a keresztény kultúra, a keresztény civilizáció megerősítésében, fenntartásában és továbbadásában. Hozzátette, mindenki számára a reményjele lehet ez a fogadalmi kereszt itt a Kistályai úton.